Matt Reevesnek vannak már ötletei a The Batman folytatásait illetően is, de Superman esetleges feltűnése még messze van a rendező szerint. Néhány nap még elválaszt attól, hogy mindenki megnézhesse Bruce Wayne legújabb filmes változatát, és eldöntesz, számára melyik helyet foglalja el a címszerepbe Robert Pattinsont helyező The Batman a karakterfilmes kalandjainak rangsorában. Viszont így is vannak, akik már a film a bővebb DCS filmes univerzumában betöltött pozíciójáról spekulálnak, egy újságíró pedig rá is kérdezett a mozit rendező Matt Reevesnél, foglalkozott-e már Supermannel a saját filmje kapcsán. A direktor szerint nem érdemes ennyire előre szaladni, mert még egy darabig tudna Clark Kent nélkül is alapanyagot találni újabb történetekhez. Hirdetés. A Collidernek adott interjúban azzal kezdte a másik DC hősökre vonatkozó kérdésre adott válaszát, hogy rendezőként óvatosnak kell lennie, miként is fog hozzá az ismert képregények adaptálásához. Batman filmet készíteni kicsit olyan, mint egy kötéltáncos mutatvány, nem? Mert a karakter már 80 éve velünk van, és mindenkinek van róla egy elképzelése, és készültek már róla nagyszerű filmek. A legkevésbé sem akartam egy ilyen, meglehetősen nehéz projektet még azzal is tovább bonyolítani, hogy elkezdem keresni, miként kapcsolódik minden máshoz. Az én megoldásom az első pillanattól az volt, hogy elég egy olyan univerzumot elképzelni, amiben csak Batman létezik, és abban csinálunk egy Batman filmet. Ez a kiinduló pont. Kezdte a magyarázatát Reeves. Elképzelhető, hogy idővel, majd máshoz is hozzákapcsolják, de én nem ezzel foglalkoztam most, és ebben a pillanatban azzal sem, hogy esetleges folytatásokban mit tudnánk csinálni. Ezzel a lenyűgöző szereplőgárdával és csapattal azon dolgoztunk, hogy létrehozzuk ezeknek a karaktereknek egy, szerintem friss és a megszokottól eltérő változatát, és sok nagyszerű karakter van Gotham világában, szóval ennek a felvezetése, az ebben való elmerülés érdekel most engem igazán. Folytatta a rendező. A GameStar YouTube csatornája csak rád vár. Videótesztek, magyarázók, érdekességek, beszélgetések, livestreamek, végigjátszások, magyar feliratos előzetesek. Feliratkozom, csatornatag leszek. Persze, a Kölejdő munkatársa kötötte az ebet a karóhoz, és némileg újrafogalmazva a kérdését arra volt kíváncsi, hogy a Reeves féle The Batman univerzumában egyáltalán létezik-e Superman. Hát, ha történne valami ilyesmi, akkor nagyon óvatosan bánnék vele, mert ezt csináltam a Majmok bolygója filmekben, sőt még a Cloverfieldben is, hogy fogok egy fantasztikus elemet, és a köré építek fel mindent, hogy minden olyan valószerűnek és hihetőnek hasson, amennyire csak lehet. Azért, hogy érzelmileg valódinak tűnjön, és minden hihető legyen. Azt hiszem, ebben a filmben még messzebbre is mentem e tekintetben, mint a korábbiakban, próbáltam megtalálni a gyakorlatias, hihető verziót. Ha egyszer csak a Batman világában rájönnél, hogy van egy földön kívüli, aki Superman, akkor az jókora sokkot okozna. Az embereknek teljesen le kellene döbbenniük, és ez kellene, hogy legyen az egyetlen fantasztikus elem. Vélekedett Reeves Supermanről. De hogy őszinte legyek, nem ez a szándékunk jelenleg, hogy kitaláljuk, hogyan jussunk el erre a pontra. Úgy gondolom, ha ez a kihívás valaha elém kerül, akkor érdekes lesz megvizsgálni, hogyan oldhatom meg, de ezen a lencsén keresztül kell majd valahogy abszolválnom. Fejtette ki véleményét a rendező. Ha esetleg folytatást kap a The Batman, szívesen látnátok további részeket, amelyekben Bruce Wayne az egyetlen jelentősebb hős, vagy szerintetek Robert Pattinsonnak osztoznia kellene a képernyőn a DC más nagyágyúival? Jöhet még több film, sorozat, könyv, képregény. Kat ide,